Az emberi jóság akkor mutatkozik meg igazán, amikor egy ismerősünk vagy szomszédunk kerül bajba. Stábunkkal olyan családokat látogattunk meg Girincsen, Kesznyétemben és Taktakenézen, akik miatt rengetegen fogtak össze. Egy nyáron leégett házlakói beszéltek arról Girincsen, mennyi mindent kaptak a település vezetőitől és a környékbeli lakosoktól, s bár Attiláik már vissza tudtak költözni, még nagyon sok munka van hátra, hiszen amit nem a tűz, azt az oltásból származó víz tett tönkre. Az utóbbi időben több tűzeset történt itt Girincs településen. Gyakorlatilag egy utcában két családi ház is kiégett. Az elmúlt év őszén történt az első tűzeset, és ott sikerült már helyreállítani a lakást, a család benne lakik. A másik tűzeset az karácsony előtt történt. Nyilván, hogy itt még nem sikerült a helyreállítást megoldanunk. A tulajdonossal, képviselőasszonnyal egyeztettünk ebben az ügyben is. Reméljük, hogy itt is megoldás fog születni, és a lakó vissza fog térni a saját kis lakásába. Nyilván az egyik esetben a tűzoltók azt állapították meg, hogy elektromos áram okozta, a másik esetben pedig a kályhából kipattanó szikra a tűzesetet. Sajnáljuk, hogy így van, de hát a szerencse, a szerencsétlenség vagy személyi sérülések nem történtek. Három hónappal ezelőtt történt a tűzeset. A tűzoltók azt mondták nekünk, hogy elektromos tűz, pedig nem az volt, mert nekem ott a hátsó részben ott a áram se volt egyáltalán. Hát a gyerekekre rájött, hogy menjünk a strandra, Tiszővárosba, átmentünk, és egyet csúsztunk a feleségemmel a csúszdán, és akkor mondták, hogy telefonáltak, hogy jöjjünk, mert ég a lakás. De mire hazajöttünk, már az egészet le volt égve. Egy utolsó csavarhúzóm nem maradt, mindent vissza kellett vegyek. Hát meg belülről is ittak a napalit, ezt teljesen vissza kellett húzosan, mert hogy lehajolt a mennyezet, meg hogy a szobák báztak. Még azokat helyre kell majd állítani. A villany teljesen vissza kellett húzosan. A hűtő, minden elromlott a víztől. Az egyik unokatestvérem, Barna Attila Péter sajnos elhalálozott, csak az ő felesége által felkereste nekünk Konzsófiát, és úgy értekeztek, és a faanyagba, a szöktől kezdve mindenben Konzsófia segített, meg az itteni polgármester. Nagyon szépen köszönjük neki. Gyakorlatilag ugye ez hétvégén történt a tűzeset abban a lakásban, és hétfő reggel egy esős időszak nap volt, az önkormányzat fóliával letakartuk az épületet, hogy legalább a megmaradt lakrész az tovább ne romoljon. Az önkormányzat használt cseréppel, faanyaggal próbált segíteni. Képviselő asszonyék is a tető teljes faanyagát leszállították, tehát igazából óriási segítséget kaptak a itt lakók. Taktakenézen 2021. december 7-én égett le egy 4 gyermekes család háza, akik története sokakat ösztönzött segítségre. Az árvai család nem csak adományokat kapott, hanem sok baráti segítséget is, akik nem kímélve a saját idejüket, még karácsonykor is dolgoztak, hogy mi hamarabb elkészüljön a ház, és visszaköltözhessen a család, akik végignézték otthonuk megsemmisülését. Központi fűtésünk van, egy hónapra elindítottuk ugye ezt, de a kinti helyiség, ami újra lett építve, ott egy kandalló is működött, és bejutottam a kandallóba, és mi elmentünk az ikreinkért a Miskolci Egyetemre. Hazafele tartottunk, amikor csörgött a telefonunk, hogy ég a házunk. Gyakorlatilag nem voltunk itthon, és nem tudjuk, hogy pontosan mi történt. A kis házról, ami ugye újraépült, erre a nagyházra, ami 2004-ben épült, átterjedt a tűz. És úgy végignéztük, hogy megég mindenünk. Tehát most már így utólag visszagondolva nem tudom, hogy ha itthon lettünk volna, akkor megakadályozhattuk volna, vagy nem, de ez megtörtént, ezen már változtatni nem tudunk, de igyekszünk minél hamarabb mindent újra építeni, hogy minél hamarabb vissza tudjunk költözni. Az első napokban az önkormányzat, aki volt, segítséget nyújtott nekünk közmunkásokkal, azt a rengeteg törmeléket, ami innen keletkezett a tűz után,
azt ők kihordták konténerekbe. Aztán, amikor már láttuk, hogy mire van szükségünk, mi ment tönkre, akkor jöttek megkeresések. A lányom, ő ezt kitette ugye egy Facebook posztban, hogy mi történt velünk, meg egy jó ismerősünk, ő is ugyanígy Facebook posztban, és ennek hatására kezdtek el az emberek keresni minket, és segítséget nyújtani. Vannak jó szándékú emberek, nagyon sok mindent kaptunk, van, amit ki kellett ugye fizetnünk, mert meg kellett vennünk, de ez a segítség, ez úgymond folyamatos, mert mindig jön valami apróság, aminek persze nagyon örülünk, mert így tudunk haladni. Nem nézve hétvégét, ünnepnapot, amikor itt munka volt, akkor itt mindenki dolgozott. Úgyhogy nagyon köszönjük nekik a sok segítséget, az biztos, mert nélkülük nem állnánk így, ahogy állunk. Talán a legmegrázóbb dolog, ha egy kisgyermek kerül bajba. Nem véletlen, hogy a Kesznyétenben élő Nótár család legkisebb gyermekéért, a 6 éves Bogiért összefogott a közösség. A kislánynál egyik napról a másikra derült ki, hogy leukémiás, így steril szobára van szüksége. Szülei már korábban vásároltak egy ingatlant a sajátjukkal szemben, így nem volt kérdés, hogy ott alakítják ki a megfelelő körülményeket, hogy a kislány hazatérhessen a kórházból. István nagyon hálás a sok segítség miatt, hiszen minden nap több száz kilométert utazik a munkája miatt, így sem anyagilag, sem pedig az idejében nem fért volna bele, hogy egyedül teremtse meg a feltételeket. Kedves életre való helyes kislány betegedett meg szinte egyik napról a másikra, és egy valóságos helyi, és lehet azt mondani, hogy térségi összefogás valósult meg annak érdekében, hogy igyekezzünk akkor a családot támogatni abban, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek a gyógyuláshoz. A szülők is nyilván megtesznek ezért minden, mert dolgoznak, nem segélyből, hanem munkából tartják fenn a családot, de természetesen ilyen helyzetben minden segítség elkér, hiszen komoly feltételeket kell a gyógyuláshoz biztosítani. Ehhez jött az kapóra, hogy korábban a család a munkajövedelmeiből házat meg tudott vásárolni, aminek a felújítása, tatarozása van folyamatban, és ezáltal akkor majd az úgynevezett steril szoba megfelelő körülményeket teremt majd a kis lánynak a felépüléséhez és a lábadozásához. Volt, aki pénzt, volt, aki munkáját, volt, aki tárgyi adományokat tudott az ügy érdekében mozgósítani, és minden esélyünk megvan rá, hogy egy néhány héten belül akkor a mellettünk látható lakóház belső körülményei legalább azok úgy lesznek kialakítva, hogy a célnak megfeleljenek. Én hazajöttem a munkából este fele, és akkor mondja nekem a párom, hogy nézd már, azt mondja István, valami Bogival ilyen foltok jöttek ki rajta. És akkor én mondtam neki, hogy mondom, akkor nézzünk utána, mondom, holnap, mondom, majd meglássunk, hogy mégis mi lesz, mondom, és akkor tovább menjünk vele. Hát ez úgy is volt. Hazajöttem, akkor én hívtam a házi orvosomat, doktornénit, és akkor mondtam neki, hogy doktornő, mondom, Bogi, mondom, ilyen foltok jöttek ki rajta, mondom, és akkor szeretném, mondom, ha valami megnézni. Ő pont születésnapja volt, ugye pénteki nap, bevittünk a doktornőhöz, beutaltak a kórházba, onnantól kezdve már ki is engedték. 3,5 hónapig egy húzamba voltak bent. Gerincvelőben lett neki a leukémia. Már most az lett neki, hogy a kemótól, ugye, hogy ilyen gümők jöttek ki neki, ami már ilyen daganatnak indult nála, és akkor tenap volt neki egy műtétje, de ma megint reggelre 2 diagnosztáltak nála, sajnos. Amit majd most megint meg kell ezt neki műteni, mind a 2. Sajnos így alakult ez, nem erre gondoltam, hogy majd én ezért fogom megvenni ezt a lakást, hogy nekem segítsenek, hogy mostan a Boginak is steril szoba legyen. Erre nem gondoltam egyáltalán, de hogy sajnos, hogy így alakult, így köszönöm szépen polgármester úrnak is, meg még egyszer képviselőasszonynak is, hogy ennyit segítenek rajtam, mert ezt magamban ezt így összehozni nem tudtam volna semmiféleképpen.